Ügyvédeivel érkezett a fővárosi törvényszék épületébe Simonka György. A fideszes országgyűlési képviselőt először kérdezhette a sajtó azóta, hogy 32 társával, köztük feleségével és más rokonaival együtt bűnszervezetben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással vádolták meg. Mi nem vagyunk bűnözők, hanem mi áldozatok vagyunk. Ezt mondta a képviselő, aki szerint a vádirat és a nyomozás anyagai nincsenek összhangban. Bízom abban, hogy változni fog a vádirat. De leginkább abba bízom, hogy az igazságszolgáltatás, a törvényhozás, a bíróság kimondja az ártatlanságunkat. Odabent még egy utolsó egyeztetés az ügyvédjével, majd Simonka György is elfoglalta a helyét a vádlottak padján. Egyedül őt mutathatjuk. A csalások a vádirat szerint 2009-ben kezdődtek. Békés megyében Simonka és társai több céget is létrehoztak azért, hogy uniós és magyar kormányzati támogatásokat szerezzenek növénytermesztésre. Az ügyészség szerint a szerteágazó csalássorozat lényege az volt, hogy a beruházásokat túlárazták, például sokkal olcsóbban vettek eszközöket és ingatlanokat, mint amennyit támogatásként kértek rájuk. Ezekre fiktív értékbecsléseket gyártottak, majd jogellenesen felvették a támogatásokat. Simonka György a vád szerint készpénzben a támogatások 45%-át kérte vissza a cégek vezetőitől. Az okozott kár 1,4 milliárd forint lehet. A cégjogi szempontból különálló gazdasági társaságok a valóságban egyetlen összefogott és autokratikus elvek mentén szigorú hierarchia alapján működő Simonka György harmadrendű vádlott által irányított gazdasági egységként működtek, amelyben Simonka György harmadrendű vádlott vezető szerepe valamennyi érintett számára egyértelmű, és megkérdőjelezhetetlen volt. Kedden előkészítő ülést tartottak. Itt a vádlottak nyilatkozhatnak arról, hogy elfogadják-e az ügyészség által megfogalmazott vádakat. Kívánja beismerni a bűnösséget, illetőleg lemondani a tárgyaláshoz való jogáról? Nem ismerem be mindezek figyelembevételével. Csak az előkészítő tárgyalások 4 napon át fognak tartani. A nyomozati iratok 70 ezer oldalt tesznek ki, és csak a vádirat 158 oldal. Ezt az ügyész több mint 2 órán keresztül olvasta fel az első tárgyalási napon. Simonka György kérte, hogy az ülésen a nézők között megjelenő Hadházi Ákos független képviselő ne lehessen ott a tárgyaláson, mert őt később tanúként szeretnék beidézni. Mivel ez még csak előkészítő ülés, ezt a bíró elutasította. Később Simonka azt mondta, tart attól, hogy politikai szintérré válhat a tárgyalóterem. Az előkészítő ülések után a büntető tárgyalás legkorábban áprilisban kezdődhet.